120 évvel ezelőtt, 1898. január 24-én született Fejős Pál filmrendező, régész, néprajzkutató. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten végezte. Később, művészi hajlamai révén az Operaház szcenikai osztályára került, majd az Orient Film szcenikai főnöke, illetve a Mobil filmvállalat főrendezője lett. Az Egri csillagok című filmjének bukása után Bécsben és Berlinben dolgozott, azután az USA-ba ment. Ott a Rockefeller vegyészeti intézetben dolgozott, közben megszerezte az orvosi képesítést. 1927-ben megtakarított pénzén Hollywoodban elkészítette az avantgardista irányzatú Az utolsó pillanat című filmet. Ennek sikere után a Universal gyár szerződtette. 1933-ban Ausztriában rendezett, majd Dániában telepedett le. 1938 táján felhagyott a filmezéssel, előbb a Dél-tengerekre vezetett kutatóexpedíciót, majd Latin-Amerikában, az Inka városokban végzett régészeti kutatásokat. New Yorkban hunyt el 1963-ban.